Az egyetemi tehetünk az immáron harmadik alkalommal van megszervezve, a legelső egyetemi hét az 2017-ben indult. Az egyetemi tehetünk lényegében tartalmazza a neve a programnak az egész kimenetelét. Az egyetemistáknak leginkább felsőoktatásban lévő hallgatóknak szánjuk a programainkat, de egyébként nagyon szívesen várunk középiskolásokat is, illetve általános iskolásokat is, hogyha nagyon szívesen részt vegyenek a megrendezett eseményeinken. Hát az egyetemista hetünk, ez a legnagyobb programsorozatunk a hallgató önkormányzat programjainak keretein belül. Hát egy 5 napos programsorozatról beszélünk, és elég populáris és népszerű szokott lenni ilyen téren. És ugye hallottuk azt is, hogy a csapatverseny kezdődik, mennyire komoly dolog ez, mármint viccesen fogalmazva, hogy milyen tétje van a csatározásnak, illetve milyen programok lesznek még, amit kiemeltne, és egyáltalán hol lehet jelentkezni majd? Hát ugye mai nap folyamán fog indulni a kvízestünk, ugye ez a legversenyszelleműbb programunk a héten, viszont ez szokott a leghumorosabbra is sikeredni, tehát a kvízes az a legpopulárisabb programunk, nevezhetjük így talán. Tehát 9 csapat jelentkezését vártuk, lekorlátoltuk, mivel az idei kvízestünk az egy picit, a tematikája megváltozott az elmúlt 2 évhez képest. Egy honfoglaló stílusra próbáltuk beállítani a kvízestünket, és hát ehhez ugye számítógépekre van szükség, úgyhogy ez egy 9 fős csapat az elég kis létszámnak tűnik, viszont ugye sokan lesznek így is, tehát ez a korlátozás ez teljesen korrekt, úgy vélem a hallgató önkormányzattól. Hát a jelentkezésünk az ugye a főkoordinátornál, tehát nálam tudtak jelentkezni Facebookon, akár SMS-ben, illetve hát a hallgató önkormányzatnak a Gmail fióken, tehát e-mailre vártuk a csapatoknak a delegálását. Ma ez 18 órától fog indulni, elstartolni, és akkor reméljük, hogy egy 2 óra hosszán keresztül jól fogjuk magunkat érezni. És hol lesz ez a kvízest, ez a program? Hát a Magyar Tannyelvi Tanítóképzőkarnak a dísztermében, tehát a legnagyobb termet választottuk, mert mégis azért kell hely, tehát ehhez nagyon szükségesek a technikai feltételekhez is, meg ugye létszámhoz kötötten is. És ugye ez a honfoglaló magában egy olyan játék, amihez nem csak az ész, hanem a taktika is igen szükséges, hogyha már a taktikát említjük, akkor fontos a szervezés ennek a rendezvénynek, hiszen a beszélgetés előtt ön is említette, hogy azért nagy program, illetve nagy munka megszervezni egy ilyen programot. Idén hogy sikerült, milyen eszközökből tudták ezt megvalósítani? Hát ugye a hallgató önkormányzatban a 25 önkéntes által sikerült ezt az egész koncepciót megalkotnunk, és hát erre külön pályázni sajnos nem tudtunk, így a hallgató önkormányzatnak az egyéb programaiból befolyt pénzösszegét kellett beforgattunk, és ebből kellett kalkulálnunk és gazdálkodnunk, de véleményem szerint elég hát költséges, tehát a költségvetést illetően jól sikerült a programunk, tehát értékes díjban fognak részesülni például a kvízesre, akik eljönnek, és akkor sikerül nekik egy első vagy második, illetve harmadik helyezést elhozniuk. Ugye a kvízestet említettük, de egész héten tart a programsorozat. Milyen események lesznek még? A keddi nap folyamán lesz az egyetemisták számára véleményem szerint a legpopulárisabb programunk. 18 órai kezdettel szintén, tehát 18 órakor fogunk indulni egy kosmatúrával, és ezt követően 21 órakor kerül megrendezésben a SZAKSZ-ban, a Vajdasági Ifjúsági Fórummal közösen megszervezett buling. Véleményem szerint tényleg az egyetemisták számára ez szokott a legpopulárisabb lenni, úgyhogy reméljük, hogy idén is sokan el fognak érkezni. A szerdai nap folyamán egy lazább koncepciójú programot találtunk ki. Ez egy karaoke-es lesz, ide is nagyon szívesen várjuk azokat a felsőoktatási középiskolás hallgatókat, akik bármilyen muzikális rendelkezésre tehetsége rendelkeznek. És ezt hol tartják majd? A tanítóképzőkarnak szintén a dísztermében. Illetve csütörtökön lesz a legkomolyabb programunk, ez a csáttalányunk, egy ilyen szabadtéri rejtvényfejtős játék lesz, amely ugye 7 bázisból fog állni, vaktérkép segítségével kell majd a jelentkező csapatoknak, tehát szintén csapatokkal lehet jelentkezni, megtaláljuk a bázisukat, tehát a helyes választ megfejteniük, és akkor ezek után szintén egy díjkiosztóra fog majd sor kerülni, tehát 18 órai kezdettel, mert maga a csáttalány az 16 órakor fog elstartolni szintén a Magyar Tannyelvi Tanítóképzőkar előtt, és akkor 18 órakor lesz a díjkiosztónk, amelyen persze minden résztvevő ajándékban fog részesülni, tehát ez egyértelmű. Majd a pénteki nap, ugye az a záró napunk, ebben fogjuk zárni az egyetemi hetet. Szintén egy lazább, kötetlen koncepciójú programról beszélünk. Hát ezt úgy neveztük el, hogy ez lenne a társas napunk, vagy társas estünk. Itt leginkább a társas játékokra fókuszálunk, de mindemellett meg fog jelenni ilyen barátságos sakkmérkőzés, illetve keresztrejtvényfejtés. Ugye egy nagyon sok olyan programot említettünk, ami nagyon is érdekes, úgy tűnhet, hogy
az egyetemisták élete ez alapján munka és kacagás, de azért nem teljesen így van. Persze, nagyon nehéz volt megszervezni, tehát a szervezést már hónapokkal ezelőtt elkezdtük, tehát már a tavalyi év végén, októberben meg kell, hogy szülessen az a koncepció, ami alapján mi célirányosan haladni tudunk. Beosztani ugye az önkénteseket, hogy ki az, aki szeretne segíteni, ki az, aki ugye részt szeretne venni ebben a dologban, és ki az, aki részese is lesz a dolognak. És hát persze nagyon fontos ennek a technikai, az informatikai része is, mert azért egy kvízestet megalkotni, illetve magát egy ilyen csáttalány térképen berajzolgatni, illetve kitalálni, hogy melyik bázosik hol legyenek, azért ehhez rengeteg munka kell. És gondolom a csáttalányhoz a kosztolány és kincskeresés adta az ötletet, mert hogy hasonló már ugye volt, amit a Városi Könyvtár is szervezett. Igen, hasonló, tehát a kosztolány talány volt a legelső, ami így eszünkbe jutott, hogy talán így lehetne megszervezni. Gondolkodtunk ugye, mert az pont április 11-ére esik, tehát a költészet nemzetközi napjára, és a magyar költészet napjára, és próbáltunk költőkkel egy kicsit variálni Szabadkán, de úgy véltük, hogy csát lenne talán a legközelebb és a legjobb megtestesítője Szabadkának.